Dino sporthíradó szakmai partnere, a Magyar Taekwondo Szövetség támogatója, a KVON. Sportosat. Híradónk vendége Nagy László, az Újpest egykori olimpiai bajnok labdarúgója. Szervusz, üdvözöllek! A mai beszélgetésünknek két nagy apropója van. Egyik a labdarúgó válogatottunk Európa-bajnoki selejtező mérkőzései, a román és az észak-írek elleni mérkőzése, illetve hát szombaton Megyeri úton Újpest-Ferencváros bajnoki mérkőzés. Majd ezt később még kibontjuk, csak most ugye eszembe jutott, hogy vajon ha majd harmadszor játszik a Újpest meg a Fradi egy szezon alatt, akkor is ekkora lesz még a körítés? Akkor is még így fogják várni a szurkolók, vagy már legyinteni fognak megint egy Újpest-Fradi meccs? Szevasz, köszöntöm én is a kedves nézőket. Megmondom, hogy őszintén, hogy biztos. Egyel ugye növekedett a száma a bajnokságban az Újpest-Fradi, Fradi-Újpest mérkőzésnek, és mindenki minden évben várja ezt a két mérkőzést, most három lesz, és ugyanolyan érdekes lesz. Igen? Ahányszor játszani fog a Ferencváros az Újpeste, vagy Újpest a Ferencváros, addig ez mindig is így lesz, így is volt, és ezután is így lesz. Növelhetjük a mérkőzés számot, a nézőszám is meg lesz, és lesz a szórakozás, meg sajnos ez gondolom, jó, lesz jó, a balhé is. Ezt mondod, mert ugye lehetett olyan hangot is hallani, hogy előbb-utóbb akkor unalmassá fog válni, közömbössé fog válni, nem lesz már akkora nagy ez a mérkőzés nem. Újpest-Fradi az mindig tehát is érdekes. Tehát akár hányszor ez mindig nézd érdekes. Végig, jó, mindig csak két forduló volt, két mérkőzés volt évente, de nézzél körül, persze a kupamecseket most leveszem, mert előfordult akár felszabadulási kappára, Magyar Kupában igen. is találkozott a csapat együtt egymással, de ez mindig is érdekes lesz, két nagy rivális, vetétárs, ami egész országban a szurkolók része azért is nagyon sok Újpest és nagyon sok Ferencváros szurkoló jó, van, úgyhogy ez érdekes lesz, bár kiderül hamarosan, tavasszal hát kiderül. Így van, majd meglátjuk a létszám. Először akkor a labdarúgó válogatott, ugye itthon játszottunk 0-0-ás döntetlent a románokkal, majd mentünk ugye az észak-írországi csapathoz Belfastban, ahol 1-1-es döntetlent játszottunk. Ugye 86. percben lőttük a gólt. Jól emlékszem? Kicsit előbb. A 80. perc tájékán, tehát már eléggé a vége felé lőttük a gólt. Akkor azt hitted, hogy megvan a meccs? Vagy érezted, hogy megint nem lesz szerencsénk? Nézd, én 4 pontot jósoltam, mert azt mondtam, hogy szerettem volna. A realitás az diktálta volna, hogy az ember óvatosan mondja itt a pontszámokat, mindent. De számítottam arra, hogy hazai pályán nem túl acélos román válogatott, annak ellenére, hogy tényleg jól szerepelnek, de láthattuk a mérkőzésen is, hogy verhető lett volna ez a román válogatott, akár csak majd később jön, ugye utána a következő északír válogatott is. Sajnos nem tudjuk megoldani, mert a védekezésen már úgy néz ki, hogy a csapat rendben van. De ez a védekezés felöli a csapat erejét, nem marad erő, és nincs az a játékos a pálya középső részén, véleményem szerint, aki szervezni, irányítani ezt a játékot, tehát nincs, azt mondom, hogy egy ész, most belépett ész a kérek ellen, Gera Zoli, rendben van, kor felette már lassan eljár, 36 éves, de ez nem lenne probléma, hogyha azért lennének társak, akár a jobb oldalt, bal oldalt, és megfelelő támadó játékossal rendelkeznénk, mert sajnos ez a része, ez a két csapat rész, ami nekem sántít, mert a védekezés megoldják, visszajönnek, védekeznek, és már nem marad ereje ennek a csapatnak arra, hogy megfelelő módon támadjon. Igen. Tehát itt nem szereztük meg a 3 pontot a románok ellen, ami nagy hiba volt. Az észak-írek ellen viszont ott volt a lehetőség. Kaptunk egy ajándékot. Az első félidő az gyengécske volt, védekezés az kifogástalan volt, hibátlan, majdnem azt lehet mondani. A második félidőben egy picivel javult a játékunk, és adtak egy ajándékot az észak-írek, a kapus pontosabban, kiejtette a labdát, és a Guzmic ugye berúgta azt a vezető gólt. Na most utána, most mondhatom azt, hogy anélkül, hogy kritizálnék bárkit is, edzőt, játékost vagy valami, én azt mondom, hogy csinálunk egy emberforros helyzetben, megpróbáljuk megtartani ezt az egygólos előnyt, jó, nagyon sokan biztos ezt csinálják, de meg lehet ezt úgy is csinálni, hogy a labdát én birtoklom, igen, ember fölényben, amikor már kiállítottak. Laci, ugye 10 perc volt hátra. Igen.
vezetünk 1-0-ra. Az ellenfélből kiállítanak egy játékost. És mégis lefociztak bennünket a végén, ezt elismerte az edzőnk is, ugye a Magyar Szövetségi Kapitány, hogy mindent ugye egy lapra téve ránk rontottak, és hát beszorítottak bennünket. Képességénkkel van probléma, vagy taktikailag nem vagyunk érettek még mindig nemzetközi szinten? Én azt mondom, hogy a képességekkel is probléma van, mert azért mondom, hiányzik a pálya középső részéből egy-két játékos, és a támadók sem azok. Természetesen a támadók akkor tudnak jó teljesítmény nyújtani, hogyha megfelelő támogatást kapnak a pálya középső részéről, vagy beléphet egy jobb hátvéd, bal hátvéd, vagy egy-egy védő esetenként a támadásokba. De itt a labda birtoklás, ami egy ilyen csapat ellen, mint az Északírek ellen, akik nem csináltak semmi más, csak ívelgették föl a labdát. Ugye ott volt a 190 valahány centis, vagy 2 méter magas Laferti a center, és ennek a játékosnak semmi más dolga nem volt, mint csúsztatni a labdákat. Még 10 emberrel is ez volt a játékuk. Fölívelték a labdát, és aztán ebből lett egy szöglet, amiből sajnos megszerezték a 1 másodpercre szabadolhatták ezt a játékost, és megszerezte az egyenlítő gólt. Ezzel sokkal nehezebb helyzetbe hoztuk magunkat, mint amire számítottam, vagy számítottunk, mert hogyha ez a 3 pont megvan, akkor azt mondom, hogy még akár a második helyet is össze lehet hozni. Így viszont nagyon kérdéses az, hogy a legjobb harmadikként, vagy hát a rájátszásban... Hát a legjobb harmadik is elég necces, inkább a harmadik és csoportmérkőzés, tehát az viszont úgymond egyértelműnek, tutinak tűnik, tehát az hozható lesz. Igen. Ha csak, ugye még jön még 2 meccs azért. Azért persze, természetesen ezt a 2 meccset be kell húzni, és meg kell nyerni, akkor lehet valami esélyünk arra, hogy még ki lehet jutni az EB-re, de azt mondom, hogy ahogy az előzményeket nézem, ahogy elkezdődött minden itt Magyarországon a bajnoki mérkőzéseket, hát nem, hogy mondjam neked, nem olyan nagy teljesítményt nyújtunk mi a bajnokságban a válogatott játékosok. Ha megnézzük a válogatottban szereplő itthoni játékosok, egy-két kivétellel, akár a Radinál ugye sorozatban nyerik a mérkőzést, Gerazoli, vagy akár azt a Bödét, aki nem került a válogatotthoz, azok úgy hát jó teljesítményt nyújtanak. De a többiek nagyon-nagyon halvány kis teljesítményt nyújtottak. A külföldön játszó, ezt idézőjelbe teszem, szereplő játékosok nagyon keveset játszanak, vagy nem kerülnek be a csapatba, vagy keresik a csapatot, mert lásd Tőzsért, aki ugye most nem volt ott, de utolsó pillanatban igazolt le. Dzsudzsák Balázs leigazolt, 2 meccset játszott, de 2 vesztes mérkőzést, nincs a játékformában, és most már miatt a PSV-től eljött, azt hiszem, hogy adós marad a játékkal a válogatottban is, de hát most egy különleges feladatot kapott, jobb szélről húzzunk befelé és püföljünk. Ez nem igazából jó, hát nincs szánytámadásunk. Németh Krisztián véleményem szerint egy nagyon tehetséges, egy Isten áldott a tehetség, aki a kapu előtt életveszélyes. Nagyon jó ráérez arra, hogy mit kell, és meg is tudja oldani a dolgokat, de balszélről nem igazából tudta ezt megoldani, annak ellenére, hogy sokat futott, védekezett, besegített a védekezésbe is, de egyszerűbb lenne, hogyha ő belebb játszana, és a helyén, ott szárnytámadást a Dzsudzsák vezetni, és jobb oldal. Egyszer nem kerültünk jóformán a védők mögé, sem hátvéd, sem középpályás. És ez a probléma a magyar válogatottnál, hogy nincs támadó játékunk. A védekezést már megszerveztük. De a szakemberek azt mondják, nagyon sokan, most már egyre többen, meg szakszurkolók, lehet így fogalmazni azokat, akik már nem dolgoznak a labdarúgásban, de dolgoztak sokáig. És meccs után rengeteg ilyet lehetett olvasni, hogy képességbeli hiányosságok vannak. Innentől kezdve, amiket te szeretnél, hogy megvalósuljon, nem tud megvalósulni, mert nem alkalmasak erre a magyar játékosok. Ez így igaz. Azért mondtam, hogy én gondoltam szerint ezekon teremtettem, hogy a magyar bajnokság milyen, hogy a külföldön játszó játékosok ahhoz képest többet kaptam a válogatottól, mint amire számítottam, mert tényleg ott álltak az utolsó pillanatig, hogy 3 pontot szereznek, igen, és megoldották a védőfeladatot. De mivel képességbeli dolog, és nincs a pálya középső részén olyan játékos, vagy a támadók, azt mondjuk, hogy Szalai jó futballista, egy momentuma volt, amit Román Kelen kapura rúgott. Jogos, hogy bántják a szurkolók, hogy miért játszatja még mindig a Szalait? Ezt nézd, a teljesítményét olvasni. Nézve jogos.
jogos, mert nem sokat tesz hozzá. De azt is tudni kell, hogy egy támadó akkor játszik igazán jó, hogyha megvan a támogatottság hátulról. De a középpályáról nagyon nem tudják. De azért egy támadónak is sokkal többet kell mozognia, és nem csak a védekezésben, hanem többször kell beindulni. De a mi támadóink, hát most a német Krisztián kivételével, nincsen jóformán sebesség. Tehát őket nem lehet úgy beindítani, mint régen, amilyen futballisták voltak. Még egy Töröcsik is, hogy mondjam, annak idején jobb képességekkel rendelkezett, pedig nem volt ilyen felépítése, mint na a most, Szalai. Laci, egy kicsit nézzünk előre. Van ez a csoport. Ezt mindenki elismeri, ez EB csoportra gondolok, amiben mi kerültünk, ez a leggyengébb. Amit más sem mond, hiszen ugye most az északírek ugye az ötödik kalapból lettek sorsolva. Igen. Tehát, jó, a kalap ide, kalap oda, de, azért a pályán dőlnek el a dolgok. Így van, az északírek, még egy EB-re se jutottak ki, és 86-ban voltak, ők is világbajnokság utoljára. Tehát azért mondom, hogy és ugye most a ötödik kalapban voltak. Nagyon gyenge most, ugye a románok is gyengék, a görögök is gyengék, látjuk, még egy győzelmük sincs. És mi ebből sem tudunk kijutni az Európa-bajnokságra, ilyen harmadgyenge garnitúrából, ez akkor nem lesz mindig ilyen szerencség. Hát akkor ez, pontosan erről beszélünk. Akkor mi lesz? Mi lesz jövőre? Lepedzegessük, mondjuk ki őszintén, hogy sajnos itt tartunk, játékosok kell, futballistákat kell nevelni, képességbeli dolgok miatt nem tudunk tovább jutni, mert valóban ez így van, most bárki, nem akarok senkit megbántani, de tényleg a leggyengébb csoport, ebből a csoportból egy magyar válogatottnak, hogyha mi tartjuk magunkat valaminek, mert hogy azért a magyar labdarúgás azért még mindig elismert, és már úgy, hogy a múltunk miatt, tovább kellett volna jutni könnyedén, tehát nem az, hogy itt várunk a pótselejtezőre, vagy a legjobb harmadikként, hanem első-második helyen kellett volna a csapatnak végeznie, hogyha megfelelő játékosokkal de most ezt elismerjük, hogy ennyire gyengék vagyunk? Ezt el kell ismerni, mert a tények ezt mutatják, hogy lehet lelkesedni mentálisan, mert nem volt itt probléma, mert akartak, futottak, hajtottak, bár én ezt nem szerettem, hogy itt küzdjünk. Hát ez egy alap dolog, persze, hogy valaki a 90 percen, vagy ameddig a játékvezető nem fújja, küzdjön, és mindent el akar érni, az eredményes akar lenni, de ehhez játékos kell. És ezt hiába mondja el az ember, hogy nem jól csinálunk valamit, és megint kiukadunk oda, ahol van már 30-40 éve, vagy 50 éve mondjuk, hát inkább 30, ugye már 30-valány éve nem jutottunk ki sehova, hogy valami nem stimmel az utánpótlásban. Most már vannak akadémiák, csodálatos feltételek vannak. Laci, nektek kellett volna kinevelni, a te korosztálynak kellett volna kinevelni. Igen, ki kellett volna nevelni, de nem tudsz kinevelni, hogyha mindig valami probléma van. Akkor is problémák voltak? Hát figyelj, most van egy tehetséges játékos, és nem tudod végigvinni, mert egy másiknak kell játszani. Én már nyugodtan merem mondani, mert ha nem csinálok a labdarúgásban sem. Hogy tudják meg, hogy hát mi volt már 20 évvel ezelőtt is. Jó, mert ez már nem egy mostani probléma, tehát már régen is ez szóhoz volt. Nem jutnak szóhoz igazából a tehetségek, vagy ha szóhoz is jutnak, valamit mi rosszul csinálunk. Ehhez kellene leülni, hogy ugyanazokat az edzés módszereket meg mindent csinálunk, de mi a probléma? Az, hogy a szülő megveszi a pozícióját, vagy az, hogy nem a legtehetségesebbet, mert Csórikám a kicsi, és nem az kerül oda, nem az kapja meg a legjobb képzést, vagy a képzésen belül is rosszul csinálunk valamit. Erre szoktam viccesen, már tudod, sokszor elsütöttem, hogy nálunk örök tehetségek maradnak a tehetségek, kint meg futballistát nevelnek belőle. Miért lesz futballista német, a spanyol, meg is itt sorolhatnám. De te miért nem tudtál nevelni tehetségbe futballistát? Én azt mondom, hogy akkor a szinten azért még, azért, mert én nem a fiatal gyerekekkel foglalkoztam. Tehát most védem magam, pedig nem kellene, le kellett volna szólni, de igenis, hogy a 6 éves, 5 éves, 6 éves kort, a 18 éves korig kell megtanítani őket futballozni, nem a felnőtt szinten. Felnőtt szinten nyerni kell. Tehát ott mérkőzéseket kell. Tudom, ez benned van nagyon, hogy találkoztál kész felnőtt játékosokkal, és fejelni nem tudtak először. Hát igen. Hát figyelj, de mi annak idején önképzés is volt meg mindent. Ma már ez a legkevesebb. Tehát aki nem akar futballista lenni, azt hagyjuk, felejtsük el, hiába tehetséges. Akinek az a fontosabb, hogy mi lesz este a diszkóban, meg ez. De azt nem fogják, meg kell a bevétel. Hát, de nézd oda, hát... kell a tagdíj, kell a bevétel. Tudom, annak idején is mondtuk, hogy a töröcsiket hagyjuk nyugodtan pihenni csütörtökig, mert hétvégén táncol, hogy törő van, és 5000-re több a nézőszám, de egy tehetség volt, egy futballista volt, aki kiment a pályára, és jött bele. Ma már kevés ilyen van, vagy ha van is, az nem választja a futballt,
pontosan ezek miatt, mert ilyen az eredmények. Pedig ez nagyon kellett volna ahhoz. Szóval mondok egy példát, és akkor mindjárt minden érthető, hogy a futballt hol tudjuk mi elrontani. Itt volt egy videóton, és senkit nem akarok bántani, tényleg ne az legyen, hogy én most megmondom, és ezt a szurkolók jobban látják és tudják, mint én. Volt egy bajnok csapat, egy edzővel, akik magyar szinten egészen jól futballoztak, szellemes, ötletes, gólok, gazdag mérkőzéseket játszottak, megnyerték a bajnokságot, mi történt? Pénzt akartam szerezni, ezt eladom, azt szétbombázom. Mit csinál egy profi csapat, egy profi tulajdonos, aki igenis a futballt imádja és pénze is van? Vesz ehhez a csapathoz 3-4 komoly, meghatározó futballistát, akik a BL-ben eredményesen tudnak futballozni. És utána majd adok el játékost, mert ott is nagyon sok pénzt lehet, ha bejutok a BL csoportkörébe, sok pénzt lehet keresni, és azok a játékosok ott jó teljesítmény nyújtva, úgy adom el őket, hogyha van rá kereslet. És nem, szétbombázom, elküldöm az edzőt, és tönkretettem a videóton. Most itt is probléma van. Tehát itt nem mindjárt kihúzni pénzt, az a baj, kell fektetni. Az a baj, hogyha végig gondolok, akkor mindig szinten probléma van a játékos, az edzőkkel, hát, és a klubvezetőkkel, a tulajdonosokkal is prédikálja probléma van. Tehát itt mindenkivel probléma van. Figyelj, mindenki ezt prédikálja. Tudjuk, hogy ez egy üzlet, ez egy óriási üzlet. Na de hát üzlet, befektetés nélkül nincs üzlet. Csak kivenni, az nem igazán működik. És itt ez a magyar labdarúgásnak egyik nagy... Viszont van egy másik érdekes, amit megjegyeztek itt a interneten többen a mérkőzés után, hogy és ezzel azt mondják, hogy el kéne gondolkodni, azt mondja, hogy megdöbbentő, mennyire szétszakadt Európa labdarúgása. Ezek a csapatok nem valók egy Európa bajnokságra. Tehát most ugye Észak-Írországra is céloznak itt ezzel, hogy most ki fog jutni az Európa bajnokságra, nem oda való, mondják. Tehát most nagyon, és nagyon sok olyan csapat fog most az Európa bajnokságra kijutni, akik nem oda való képességük alapján, és hát nem figyelj, is lesznek olyan mérkőzések, létszám, amiket megszoktunk. Emelt létszám, egy ilyen csoportba összejött el most ez jó, vagy csapat. Nem jó? Ez valóban, ez kellett a világ labdarúgásának, Európa labdarúgásának, hogy nagyon sok középszintűt is elindítsuk. Meg kell adni a lehetőséget ezeknek. Igen, a csapatoknak, csak országoknak a országoknak is. Csak azt mondják a szurkolók, hogy a színvonal akkor viszont nagyon gyenge lesz. Olyan lesz, most ezt, mint amilyen volt ezt az ezt a színvonalat, kell ezeknek a csapatországoknak is kijutni, megkapták a lehetőséget, felemeltük a létszámot. De ez jó, ez kerültek kell. Egy olyan csoportba. Kell, hát figyelj, de most ezen nincs probléma. Mit mondtunk? Lecsökkentettük a magyar bajnoki mérkőzések számát, meg a csoport, ugye a létszámát is, 16-ról 12-re. Miért csökkentettük? Egy az, hogy gazdaságilag nem bírták finanszírozni ezek szerint ugye páran a pár csapat. Másik, hogy minőségi futballisták kerüljenek a 12 csapatba, és emelkedjen a színvonal. Igen. Szerinted emelkedett a színvonal? Azzal, hogy most csak 16 csapat, hely 12 van? Emelkedett a magyar bajnokság színvonala? Nem, Csalóka, mert nagyon sokan most úgy élik meg, hogy igen, mert ugye most egy kicsit élesebb a harc, és ettől feelingre úgy érzik, mintha jobb lenne a futball. Nézed a bajnoki meccseket? Nem, minden meccset mondom, végignézek. Tehát érted? Tehát nézik, de maga attól, hogy izgalmasabb, hogy egy pont, két pont, most ugye ott elég közel van egymáshoz a első meg a hátsó, ugye 12 hát csapat. Hát éppen nincs, az első elment, de, a másik de több, azért 11 még ott az még ott nagyon van. Könnyű oda lehet. Na a lényeg az, hogy egy kicsit ez becsapósabb. Tehát érzelmileg úgy érzik, hogy ettől izgalmasabb lett én a mérkőzéseknek futball. A az egy, színvonalát, van. A mérkőzéseket nézem. Sokszor rossz nézni, az az igazság, és engem megkövezhetnek, meg mindent mondhatnak rám, hogy soha a szőlőben nem dolgozom, meg minden, de tényleg sokszor rossz nézni ezeket a bajnoki mérkőzéseket, hogy másból se állok ki. Magyarországon, magyar bajnokságban mi történik? Legfeljebb nem megyek nemzetközi kupába, vagy kikapok, 12-t visszajövök a következő, kiesek és visszajövök. Nincsen, ugyanúgy, mint ahogy a válogatottnál is, nem merem fölvállalni azt a gyors, rövid passzos, amit meg lehet tanulni, támadó szellemű futballt, persze úgy, hogy a biztonságos védekezést megpróbál megtartani, mint ahogy a válogatott megtartja, de ebből tudni kell támadást is vezetni, építeni, és persze ezek az játékosok kellenek. Most igen. Itt megint gondoltunk, hogy játékos, igen. És hogy milyen képességekkel rendelkeznek. De Magyarországon, a magyar bajnokikon miért nem merem fölvállalni, legfeljebb lesz 4-4, vagy 5-4, vagy kikapok, érted, de előbb-utóbb ez megváltozik, és tényleg megtanulok támadni. És fogadom,
és ezt megint idézőjelben teszem, hogy nagyon nem is gyakorolnak támadást. Megmernéd ezt tenni? A Szanyó Karcsi megpróbálja Vasasnál ezt a szellemet megvalósítani, hogy előre letámadás minden. Mozog is alatt minden. A kispad? Igen, mozog a kispad, mert ugyanabban a cipőben, mint a magyar válogatott, hogy a játékosok nem olyan képességűek, akik meg tudnak mindent oldani. Tehát azért úgy kell a taktikát, meg igen, az egész játékrend felállítani, hogy a játékos kerethez. De igenis ennek van értelme, mert ebből lesz javulás, ebből lehet a színvonalat emelni, hogyha ezt megtanítja a játékosok, mert futni, labdát szerezni, letámadni, ez könnyű megtanítani, mint az, hogy itt fönn gondolkodjon, hogy rakom az itt szerve a játékost. Tudod, még egy mint az gondolat Újpest... az EB, aztán lépünk tovább a Fradi Újpestre, mert az idő a szalad. Mi lesz most akkor a magyar labdarúgó válogatott a harmadik helyet, azt megcsípi, és akkor lesz majd egy pótselejtező, oda visszavágós valakivel. Nézd, hát ugye remény... most a papírforma most ezt mondatja, hogy ez fog bekövetkezni. Reménykedjünk, hogy az utolsó két mérkőzést behozzák, 6 pont, és a legjobb harmadikként, mert olyan keresztbeverések, meg minden lesz, hogy ki tudunk jutni, ha nem, akkor pótselejtezőn eljutunk, és végre 30-valány év után valamilyen nemzetközi nagy eseményre a magyar válogatott kint van, és bocs, egy nagyon jó tanulás. Na most előbb itt azt tisztáztuk, hogy képességbeli problémák vannak a magyar labdarúgóknál. Jó az nekünk, hogy ilyen képességű labdarúgókkal kimegyünk egy Európa-bajnokságra? Tanulunk. Kell az nekünk? Tanulunk. Nem tudunk más, tanulni kell. Kép kell lenni, meg kell méretni. Ez minden szempontból jó, hogyha megmutatja magát egy ország, akár egy EB-n, akár még egy akkor BB-n. Is, hogyha... Igen, azért mondom, hogy az eredmény kellett volna, ugyanígy kellett volna a Videotonnak az eredménye, mert nem csak az, hogy pénzt lehetett volna behozni, hanem igenis a gyerekek, a kicsi gyerekek láthatták volna, hogy Magyarországon egy csapat is el tud jutni a BL csoport körébe, hogyha egy tudatos építkezés folyik, tudatosan megveszek olyan játékosokat, akik ezt a szintet tudják vinni. És ez a 4-5 profi, külföldi profi, az emelje a szintet. Ne vegyek 6-7 osztályú játékosokat, hanem komolyan jó pénzt fizettünk, mert azért, hogy valljuk be őszintén, van pénz a futballban, játékosokat hát megfizetjük, látjuk. Akkor fizessünk meg 4-5-öt, és nem baj, senki nem fogja, egyetlen egy ember az országban nem fogja, a labdarúgás szerető ember nem fogja irigyelni tőle a pénzt, hogyha olyan teltházas mérkőzéseket játszik, mint a Real Madrid, a Barcelona, és így sorolhatnám, mert még ha kikapsz, akkor igen, is, de érdekes BL csoport körében. Senki nem fog szidni senkit, hanem élvezni igen fogja a mérkőzést. Akkor ezek után ki sem ész, gondolom, szombaton a Megyeri útra megnézni egy bajnoki mérkőzést, még hogyha Újpest a Fradival is játszik. Nézd, én megnézem tévén, közvetíti az M4, azt hiszem, ha minden nem, igaz. Megnézem, remélem, hogy telt ház lesz. Utóbbi időben inkább otthon kényelmesen a fotelból, bár megnézném, de annak dolgok, bár most már egyre jobban. Mit vársz ettől a mérkőzéstől? Egy óriás, most független attól, hogy veretlen ugye a Ferencváros is nagyon jól összerakott a dol, mindent elkövet azért, hogy ebből folyamatosan, hát ott itt látok egy folyamatos, normális építkezést, erről leszek majd kíváncsi, hogyha tényleg valóban a végén bajnoki címet fognak szerezni, hogy a dol milyen játékosokat fog kérni, hogy a Bajnokok Ligájában ne égjen meg a Ferencváros úgy, mint ahogy most az Európa Ligában. Messze van még. Messze van. De ha így teljesítenek és folyamatosan azt látni, hogy tényleg az ő játékukban van valami tudatosság, és nem véletlen állnak ott, ahol állnak, mert játékos állományt is elég jól összerakták már, és folyamatos építkezés. Az Újpest okozhat meglepetést? Az Újpest... Megverheti most, a Ferencvárost a Megyeri úton? Mindig benne van. Mindig 3 esélyes a mérkőzés. Ugye volt ilyen, hogy 8-3, 7-1, 3-0, igen, 6-0 ugye Újpesten. Tehát sok olyan eredmény volt, amire az ember nem is számított. Akár most is benne van. Akár most is benne van. Azt is tudni kell, ahogy az ember látja, hogy ez most jó lesz, vagy nem lesz jó. Jók lesznek azok az igazolások. Most hirtelenjében az Újpest utolsó pillanatban nagyon beleerősített. Visszajött ugye, aki itt volt, a Győri Andrés, vagy Balázs Benjamin, vagy a Kecskés. Mit várhat? Nézd, most semmit, hát nem. Tehát a Fradi ellen most először, hát neki is, hát össze kell szokni, nem? Hát hagyjuk ezt az összeszokást, mindig ezt mondjuk, persze össze kell szokni, jó, aki kell tud neki futballozni, aki akkor beraknak kiderül egy csapatba, annak ott meg jó kell tudni oldani a feladatot, hogy persze meg kell ismerni egymás gondolatát is, mert annak idején az Újpest, az a fazekas, tudod, soron nem akarja elmondani, mindenki tudja, benne Dunai kettő, hogy a Göröcsővel az élen, mindenki tudta, hogy mit fog mozogni, hova megy az Ámbosanyi, és így tovább. Igen. Ezt persze, hogy kell az összeszokás, de egy jó futballista meg tudja. Itt
mászni kell, csúszni kell, futballozni kell, érted? Nem szeretem a harcolást, minden kiabáljuk tegnap is, hogy harcoljatok meg minden, futballozzatok is. Ha most tegnap futballoztunk volna ezen az ívelgetős csapat ellen, hát körbe kellett volna futkározni az ilyen fiatal pörgő, mint Németh Krisztián, vagy még akár a Gerát is mondom, ezeket a nehézkes írják, más se csináltak, csak löbbölték fel a labdát, és ha ezt csináljuk, akkor ez a mérkőzés megvan, és hogyha nem védőcserélek be, és tartani akarom az eredményt, és nem húzom magamra, hanem már ott fönt letámadom, és nem engedem fölívelgetni a labdát, akkor 2-3-4, még az 5 percet is el tudom lopni, mert nálam a labda, és akkor most 3 pont a gazdagabb magyar időt, válogatott. Időt lejárt. Miért nem vagy valami csapat kispadján? Mert nagyon jól érzem magam itt. Pontosan emiatt, mert nem tudod megvalósítani az álmaidat, elképzelésedet, mert nem igazából van rá lehetőség. Mert ha valamit elindítasz, én legalábbis eddig úgy jártam mindig, hogy ha valahol megindult a szekér, akár Újpest, akár Felcsút, akár Salgótarja, amikor már eredményesebbnek tűnt a csapat, nem jónak, eredményesebbnek, akkor mindig megköszönték, mert valakinek kellett a helyem. Én legalábbis ezt érzem, lehet, hogy rosszul, de hát most már nem is szeretnék belefolyni, inkább azt, hogy ha igénylik, akkor nagyon szívesen elmondom a véleményem, próbálják megfogadni, és ha valakinek tényleg érdekli a vélemény, akkor az megkeres és kér véleményt. De nem, más nem, én már nem akarok ilyen futballba, pedig nem érzem magam öregnek, de hát ez van. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm. További sportosat.